10-ből 9 embernek vannak előítéletei a nőkkel szemben. Derült ki ez egy mostani friss ENSZ fejlesztési program statisztikából. 75 országot vizsgáltak, tehát ezt azért tartom rendkívül módon sokkolónak, mert az, hogy egyébként hogyan vélekedünk a nőkről itt nőnap előnapján, hát ez önmagában is bizonyítja, hogy bizony bőven van ez ügyben teendő. Ezért a Magyar Szocialista Párt és a Párbeszéd számos olyan törvényjavaslatot készített elő az elmúlt időszakban, és ezt folytatjuk is a következő időszakban, ami mindenképpen úgy gondoljuk, hogy a társadalom nagyobb többségét, a nőket érinti. Az egyik ilyen konkrét ügy az az egyenlő munkáért, egyenlő bérügye. Csak hogy láthatóvá tegyem ezt a problémát, ugye ma 58 napot dolgoznak ingyen a nők, és ezek az 58 napok összeadódnak, és ezért a nőknek a nyugdíja sokkal kevesebb lesz, tehát most esetleg csak rezsire meg bevásárlásra jut kevesebb, később pedig ez már a nyugdíjban is jelentős módon érzékelhető. Ugye az Európai Parlament, az Európai Bizottság ezt az ügyet 2007 óta tárgyalja, ma már van az európaiaknak egy egyenlő európai díjazás napja, tehát ez az a bizonyos 58 nap, Magyarország esetében ez természetesen eltér, és ami rendkívül furcsa, hogy miközben volt némi szándék a kormány részéről, hogy legyen változás, pozitív változás, azt tudom mondani, hogy az elmúlt évben sajnálatos módon a béróló a nők és férfiak fizetése között ismételten kinyílt, tehát ezért is tartom nagyon fontosnak, hogy közösen beadtunk egy olyan határozati javaslatot az egyenlő munkáért, egyenlő bérről, amit reményeim szerint a Vállalkozásfejlesztési Bizottság 17-én tárgyalni fog, hogy legyen világos, hogy ebben az ügyben mi közösen járunk el. Pontosan tudják, hogy a magyar kormány folyamatosan arról beszél, hogy az országban a férfiakhoz viszonyítva a nők helyzete folyamatosan javul. Én pedig azt gondolom, hogy szeretném pontosan látni, hogy konkrét milyen területeken van ez így. És hogyha megnézzük valóban például a tavalyi bruttó átlagkereseteket, akkor egyértelműen 2019. évre vonatkozó nyilvántartás szerint a férfiaknál ez 403.600 forint, míg a nők esetében 335.800 forint, tehát vagyis a növekmény a férfiaknál 12,13%, a nőknél pedig 10,8%-ot jelent. Tehát egyértelműen látszik, hogy a nők bruttó átlagkeresete a mai napig elmarad a férfiakétől, tehát én azt gondolom, hogy ezért megfelelő törvénykezésre van szükség. Most a jó hír az az, hogy Ursula von der Leyen, illetve tegnap Helena Dalli elfogadták az új esélyegyenlőség stratégiát, ez azért rendkívül fontos, mert az elmúlt 5 évben ilyen nem volt, tehát ennek megfelelően ebből az egyik legfontosabb dolog, amivel foglalkozni szeretnének az egyenlő munkáért, egyenlő bért, tehát mi komolyan vesszük azt, hogy a nők nem lehetnek leárazva, nem érhetnek kevesebbet, mint a férfiak, és hát ennek örömére mi európai szocialisták készítettünk egy kártyanaptárat, hogy bizony ez a továbbiakban már nem játszma, tehát mindenkit arra szeretnénk kérni, hogy gondolja végig, hogy egyébként, ha tiszteli a feleségét, édesanyját, barátnőjét, bárkit, akkor pontosan tudja, hogy nem érhet kevesebbet egy nő sem a munkaerőpiacon, sem a családban. Úgyhogy ezért is tartottam fontosnak azt, hogy most ezt önöknek elmondhatjuk, és hogyha persze március 8-ára szeretnék valamit kívánni, akkor leginkább egy csokor békét, illetve természetesen egyenlő munkáért, egyenlő bért. Jó napot kívánok, sziasztok! Zöld baloldaliként, feministaként, két lánygyermek apjaként a nők és a férfiak közötti társadalmi esélyegyenlőtlenségeket a legfontosabb problémák egyikének tartom. Azon dolgozunk, hogy ezeket a lehetőségkülönbségeket, esélyegyenlőségben mutatkozó különbségeket csökkentsük minden rendelkezésünkre álló eszközzel, és ez most különösen fontos, hiszen az Orbán rezsimben az elmúlt 10 évben egy nagyon buta, agresszív, macsó politika érvényesült, sokszor egyenesen direkt nőellenes politikát folytattak. Ezen szeretnénk változtatni mi, zöldek és baloldaliak, és ezért nagyon fontos, amit Gurmai Zita és az MSZP-sek kidolgoztak, az a javaslat, ami a bérszakadékot csökkenti, és természetesen számos egyéb területen is tudnánk, és fogunk is, mint ahogy az eddigekben is tettünk, a nők és férfiak közötti egyenlőtlenségeket csökkentő javaslatokat megfogalmazni. Van azonban még két fontos aktualitás ezen kívül. Az egyik, hogy ma indult el egy kampány, az Amnesty International indította az Egy lépéssel közelebb kampányt, amelyhez már számos politikai szervezet, önkormányzat és vállalat csatlakozott, amelynek a lényege az, hogy ezek a cégek és önkormányzatok közzéteszik egy jelentésben jövő nőnapig a náluk dolgozó női és férfi alkalmazottak bérei közötti különbséget, hiszen csak akkor tudunk intézkedéseket tenni, hogyha tudjuk pontosan, hogy mi a helyzet. És egyébként az a határozati javaslat, amit Zitáig kidolgoztak is, erre szólítja fel a kormányt.
Tehát ez most egy önkéntes vállalással elindult, a fővárosi önkormányzat Karácsony Gergely vezetésével, a fővárosi cégek, a második, a negyedik, a hatodik, a tizennegyedik kerület önkormányzata már csatlakozott ehhez, és számos vállalat is. Mi pedig az MSZP és a Párbeszéd a magunk részéről is vállaljuk, hogy csatlakozunk ehhez. Nálunk is vannak alkalmazottak, nők és férfiak egyaránt. Végeztünk egy gyors számítást, nálunk úgy tűnik egyébként, hogy a nők többet keresnek itt a Párbeszéd frakciónál, úgyhogy mi már nem állunk olyan rosszul. Minden esetre mi is csatlakozunk az Amnesty International kampányához, és közé tesszük ezeket a számításokat. A másik fontos dolog, amiről talán Zita a szerénysége miatt nem beszélt, hogy az MSZP is arra készül, hogy egy társelnöki rendszert vezessen be. Mi azt gondoljuk, hogy nem csak a gazdaságban, hanem a politikában, a társadalmi képviseletben is ki kell egyenlíteni az egyenlőtlenségeket, meg kell teremteni az egyensúlyt a nők és a férfiak között, és erre a jelen helyzetben tetszik vagy nem tetszik a kvóták a legalkalmasabb eszközeink. Fontos, hogy a legfelső vezetésben, akár a vállalatok élén, akár a pártok élén mindkét nem képviseltesse magát, és ezért örülünk annak, hogy a zöld pártok után baloldali pártként az MSZP is vállalta azt, hogy átalakítja a teljes párt struktúráját annak érdekében, hogy a nők is ugyanolyan szerepet kapjanak a párt irányításában. Úgyhogy innen üdvözlöm az MSZP hétvégi kongresszusát, és remélem, hogy bölcs döntést fognak hozni, és elfogadják az elnökségnek ezt a javaslatát. Végezetül akkor már csak annyi, hogy mit is akarunk még mondani? Hát az, hogy 17-én jöjjenek el a Vállalkozás Fejlesztési Bizottság ülésére, és jó, nézzük meg, hogy mennyire lesz bátor a kormánypárt, mennyire tartják a saját lányukat, gyereküket, feleségüket, hogy egyáltalán mit gondolnak erről az egész egyenlő munkért, egyenlő bérről, úgyhogy mindenképpen jöjjenek. És hát van még egy másik dolog, az az átláthatóság, ugye? Tehát, hogyha lehet tudni azt, hogy mennyit keres egy nő és mennyit keres egy férfi, akkor pontosan lehet látni ezt az elképesztő különbséget. Tehát ezért is mindent megteszünk azért, hogy a fizetések átláthatóak legyenek, mert onnantól kezdve sokkal könnyebb lesz érni, hogy mennyit ér egy nő és mennyit ér egy férfi. Én azt gondolom, hogy a 21. században már igenis nem érhet egy nő kevesebbet, mint egy férfi. Köszönjük szépen, ha van a témában kérdés, akkor örömmel állunk elébe. Tessék. Igen. Jó, tehát én a következőt gondolom, hogy a határozati javaslat, ez egy első lépés, az arról szól, hogy a bizottság hajlandó-e egyáltalán tárgysorozatba venni. Most sajnálatos módon az elmúlt időszakban minden ügyben le lettünk söpörve, ha szerencsénk volt, akkor éppen tartózkodtak, általában hozzá sem tesznek semmit, hát persze mondanám, hogy hallgatás, beleegyezés. Nyilvánvaló, hogy az egy rendkívül fontos dolog, hogy a civil társadalom felismerte azt, hogy igenis az ellenzéki pártokkal együtt kell működni, tehát mi készen állunk arra, hogy legyen egy világosan és jól elkészített jogszabály, amiben egyébként számos civil szervezet és a szakszervezetek is be vannak vonva. Mi készen állunk erre a feladatra, és természetesen meglátjuk, hogy megint mit és hogyan fog reagálni a kormány. Megyünk tovább. Megyünk tovább. Tehát én azt gondolom, hogy mi világossá tettük mindenki számára, hogy nálunk nő egyenlő férfi, mi ennek a szellemében tesszük az összes javaslatot. Egyébként a határozati javaslat is egy jogszabály, csak a kormányt szólítja fel cselekvésre, azoknak a kérdéseknek, amiket most rendezni kell, kormányhatározatokban van a helye, tehát arról nem törvényt kell hozni, hogy a cégek tegyék közzé a beszámolási kötelezettségeik között azt is, hogy a nők és férfiak között milyen bérkülönbségek vannak. Felvettük egyébként a kapcsolatot a kampány vezetőjével, Zorik Börtöginnel, és folyamatosan tájékoztatjuk egymást a fejleményekről. Ez egy önkéntes vállalás, de én azt sejtem, hogy az ellenzéki pártok mindannyian nyitottak lesznek erre. Hát ez egy esély arra, hogy megmutassuk, hogy a transzparenciát valóban komolyan gondoljuk. Nagyon szeretnénk. Azt, amit mi nagyon szeretnénk, reméljük, hogy ők is. Az meg is fog valósulni. Ha nincs több kérdés, akkor köszönjük szépen. Köszönjük a tudósítást, további jó munkát.